A Hieroteus Egyesület és az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség közös szervezésében tartották meg 2023. december 14-én Mária Pócson a Jót tenni mindannyiunk kötelessége című adventi jótékonysági estet, amely az adventi civil börze keretében valósult meg. Az eseménynek a Mária Pócsi Emmanuel Zarándokház adott otthont. Az ünnepi köszöntők és adventi gondolatok után beszédet mondott Szalai Bobrovnicki Vince, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil szervezetek munkáját méltatta. Az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civilek országos szinten a nagyjából, ugye Budapestet kivenném a számomra, ez más logika alapján működik, a főváros nem is vármegye, de nyilvánvalóan minden adatban a lakosság szám és a civil szervezetek száma miatt az első. De utána a vármegyék között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legutóbbi, tehát a 23-as adatokon alapuló összesítésekben a Bács-Kiskun megye mögött a második volt. Kis András, a Hieroteus Egyesület főtitkára köszönetet mondott az adományozóknak, amiért értékes ajándékokat tudtak átadni. 10 laptop került ma átadásra, és emellett tárgyi adományok, és papírírószercsomag, tartós élelmiszer, édesség, és jövő héten még viszünk egy köradományt Kárpátaljára, és ezen adományok értéke meghaladja a 2 millió forintot, de ahogyan is mondtam, nem az adomány számbeli mértéke a lényeg, hanem a gesztus. Az adományokat két intézmény gyermekeinek gyűjtötték. Azért a Bárdas Lajos görögkötőkis iskolát választottuk ki, egy görögkötőkis oktatási intézményt, és azért a Volosin utcai gyermekotthon Munkácson, ami a máltai szeretetszolgálat által, mármint a kárpátaljai magyar karitász által fenntartott intézmény, a Munkácsi Római Kötőkös Egyházmegye fenntartásában, mert ez két olyan intézmény, ami nap mint nap azon dolgozik, hogy jobb jövőt, szebb életet nyújtson gyermekeinknek. A 2023-as év önkéntes díját vehette át idősebb Lőrinc Péter, aki évtizedek óta szolgálja a helyi közösséget. 20 évet töltött a rendőrség szolgálatában, 20 éve pedig polgárőrként tevékenykedik. Nyugdíjas rendőr vagyok. Itt voltam Mária Pócson körzetmegbízott, mikor eljöttem nyugdíjba, rá 2 évre alakult meg a polgárőrség. Az akkori polgármester Nagy György, a szabad említeni, annak az indítására. És azóta 20 éve vagyunk. Hiányzott az, hogy a járőrözés, tettük a dolgunkat, megelőzés, jelzésadás, megszakítás, hát ahogy szakmában mondják. Lőrinc Péter nem szívesen beszél a bűnöltözéses kalandjairól, de családtagjaival előfordul, hogy megbeszélnek egy-egy esetet. A fiam rendőr a rezerves, úgyhogy a szakmában a kisunokám kis polgárőr, ifjú polgárőr, a nagyunokám az is, akkor a melyem az tanárnő az iskolában, ő is polgárőr. És akkor ilyen házon belül megy ez jobban. A fiam fogalmazta meg, hogy látni, észlelni, jelezni. Lényegében, mint jelzést adunk, minden körzet megbízottnak, megvan a telefonszáma, az ősparancsoknak, a bátoriaknak, és akkor együtt megyünk, így kell mondom. Ott vagyunk, helyszínt biztosítunk, mentőt hívunk, idős beteg emberekhez kell, főleg most az utóbbi időben. Vajda Emese több évtizede önkéntes alapon segíti a rászorulókat. Személyiségével, pozitív kisugárzásával nagyon sok embernek erőt ad a mindennapok küzdelmes időszakaiban. Önkéntes munkájának köszönhető, hogy a több száz adomány csomagjával számos családnak kedvezett, főleg a gyermekeknek. 3 évtizede foglalkozom civil szervezetekkel. Itt a civil szervezeteknél a fő célkitűzések a hátrányos helyzetűek fejlesztése, a hátrányos helyzetűek segítése. Ezen belül értem a családokat, és ebben a családokban élő gyermekeket. Jelenleg fut még ilyen civil programunk, ahol a szegregált területeken, illetve a szegregátumokban segítjük az arra rászoruló családokat. Az EU-ba való csatlakozáskor én EU pályázati szakreferens lettem, és innentől kezdve rengeteg pályázatot írtam. És a pályázatok kapcsán kerültem
2003-ban közel a büntetés végrehajtási intézetekhez, ahol a büntetés végrehajtási intézetekben fogva tartottak részére, reszocializációs programokat tartottunk. A Covid óta nem voltunk benn a börtönökben, de már tavasszal próbálunk újra ismét segíteni a fogvatartottaknak. Ezek a munkák nem csak segítő munkák, hanem különböző kreatív, rekreációs tevékenységek, ami nagyon kapcsolódik az én hobbimhoz, a festészethez. Amit tartottunk bent Debrecenben, Sátoraljaújhely, Nyíregyháza és Tiszalök, női és férfi fogvatartottak részére, azok alapvető munkálatok, azok a kézműves szakkörök voltak, ahol különböző olyan tevékenységeket végeztünk, amivel le tudtuk őket kötni. Nem csak kreatív és kézműves foglalkozásokat tartottunk, hanem OK és képzéseket, és különböző szociális tevékenységeket mentoráltuk a fogvatartottakat. A másik célcsoportunk volt, ugye, amit már említettem az elején, a hátrányos helyzetű családok. Ott szintén előtérbe helyeztük a képzéseket és a különböző kézműves tevékenységeket. Most jelenleg mondhatom azt, hogy egy olyan munkakörben és olyan cégcsoportnál dolgozok, ahol munkám a hobbim, hobbim a munkám. Most ebben ki tudok teljesedni, mert itt is a különböző gyermekcsoportok, iskolák, családok részére tartunk sport és élmény festéseket. Nagyon sok képet festek, nagyon sok festményt, akril és olajfestményeket, és ami még nagyon egyedi, az pedig az ikonfestészet, ami ugye nagyon közel áll hozzám, mivel én is görög-katolikus keresztény vagyok. Együttműködésben állunk a civil szervezeteinkkel, az egyházzal, hosszú évek óta segítjük a munkájukat, és minket ők is segítenek. Dr. Erdélyi Tatjana évtizedek óta nagy figyelmet fordít a sérült gyermekeket nevelő családokra, és kárpátaljai születésűként az áttelepült családok integrálására. Én 20 éve áttelepültem Ukrajnából. Én ott végeztem orvosként az Ungvári Orvosi Egyetemet, és itt dolgozok ma Magyarországon 20 éve. És nekünk fontos volt rögtön segíteni sérült gyerekekkel. Úgyhogy mi 20 éven keresztül pont ezeket a gyerekeket támogatunk, mint Ukrajnán, mint itt Magyarországon. Úgyhogy nekünk ez az éles határ, ez valahogy évek során már nem is nagyon látszik. Úgyhogy azért, mikor kérdés volt, hogy segítsünk bajba jutó embereknek, menekülteknek, a mi központunk rögtön tudta fogadni. Úgyhogy orvosi csapat az ügyelt 4 határon, mi tudtunk biztosítani minden határon ügyeletet 24 órában. Ott én személyesen is vettem részt, ez az egyik rész, más a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület tudott segíteni helyben, Kisvárdán, meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe bajba jutó családoknak, mint személyesen kihordtunk ruhákat, ételeket, gyógyszereket, mint tudtunk ügyelni is náluk, vagy bajba jutó embereknek segíteni a papírokkal, mert háború, amikor kitört, akkor az volt a probléma, nem tudtunk őket regisztrálni, nem tudtunk velük mit csinálni, nem tudtunk nekik biztosítani iskolát, óvodát. Úgyhogy ezek a családok fordultak hozzánk a mi központba, ahol csapatokra váltunk és tudtunk segíteni minden irányba. Nagyon megrázó volt az a sors, mikor határon vonatból, a csapi vonatból kiszállt az egyik fiúcska, és ő egyedül volt csendben, az kb. Olyan 9 éves gyerekről van szó, minden gyerek vagy sírt, vagy valamit kérte a hozzátartozótól, vagy keresett valamilyen felnőttet, ő meg csak csendesen állt és várta. És szerintem igen, ez volt, amit megragadtam, mert én is 4 gyerekes anyuka vagyok, hozzámentem, valamiért pont hozzá. És mikor megkérdeztem tőle, hogy miért te csendben vagy, miért nem nincs valaki körülötte, és ő megmondta, hogy én ide érkeztem 3 kis tesómmal, és mondom, és felnőtt senki, azt mondja, én elveszítettem anyukámat. És nekem ez meg volt döbbenve, hogy pont ez a gyerek nem sírt, mert ő azt mondta, én vagyok a legidősebb, nekem most a 3 kis húgomról kell gondoskodni. És innentől én azt mondom, ez az erő, ez a megható történet, nem gondolom, még több erőt ad nekünk, önkénteseknek, hogy kell segíteni, kell keresni azt a utat,
bajba jutó embereknek. A rendezvényen közreműködtek az Ékes Virágszál görög katolikus óvoda gyermekei, valamint a Pócs Petri hagyományőrző népzenekar. Thank you.